Az én történetem az ott az érettségi környékén kezdődött. Mire elvégeztem az egyetemet, akkor már teljesen tiszta volt a kép, hogy ez az, amit nekem csinálni kell így az életem során. Most már 22. éve vagyok itt a Kossuth téren. Ez egy pici, egyszékes, egyasszisztenses, baráti kört kezdelő kis picike vállalkozás volt. Viszont soha nem volt főnököm, így mindig én magam teremtettem meg azokat a körülményeket, feltételeket, amik között szerettem volna dolgozni. Viszont volt szerencsém és egy lehetőségem, hogy akkor kimentem az Egyesült Államokba, és egy olyan rendelőben tudtam eltölteni egy pár napot, egy hetet, ami akkor is egy vezető rendelő volt. Még ma is azt gondolom, hogy ez az, ami meghatározza a mostani utamat. Képzéseim többségét egyébként az Egyesült Államokban szedtem össze. Tettem a dolgomat, eljártam képzésekre, beutaztam a világot, összeszedtem egy csomó információt, tudást. Jó reggelt! Kivel kezdünk? Művésznővel kezdünk. Köszönöm. Amikor az ember látja, hogy valódi életminőség változás van, ezt én sokszor úgy is fordítom le, hogy mély átalakító fogászat, amit Amerikában úgy mondanak, hogy Deep Transformative Dentistry. Az én filozófiám mindenképpen az, ami egy megkülönböztetett figyelemre épül. A szakmai oldalából én azt gondolom, mindenképpen a maximalizmust emelném ki, és nem utolsó sorban a szenvedélyt, amivel ezt csinálom. Tehát én minden nap, amikor bejövök, tulajdonképpen 25 éve, akkor az van a fejemben, hogy ma is valamilyen formában, akár csak pici lépésenként egy kicsit jobbá tenni emberek életét. És ebben benne van valóban az, hogy azok az emberek, akik innen elmennek, sokszor egy másfél éves kezelési sorozat után egy egész más személyiségként, vagy más életérzésekkel távoznak. És ez szerintem nagyon jó érzés nekem is. Katát, mint művésznőt, mint színésznőt, ugye az emberek többsége ismeri, nekem ő mindig tetszett az ő karaktere, megjelenése. Én ebből élek, hogy nézek ki többek között, tehát nekem nagyon oda kell figyelnem a külsőmre, és ehhez szervesen hozzátartozik a fogam, hiszen ez nagyon látványos az emberen. Ebben van egy elég komoly kihívás, egy challenge, ami egy művésznőnél, aki ugye színpadon van, és gyakorlatilag premier plánban mosolya a foga, az arca az ott van, ott ugye nem lehet hibázni. Az történt, hogy én próbáltam egy darabot a játékszínben. Éppen nem voltam színpadon, és ugye nyelvemmel így elkezdtem piszkálgatni a fogamat, és nem ettem aznap még semmit, és éreztem, hogy valami van a fogamon. Mondom, ez érdekes, nem ettem semmit, mi lehet. Majd le is jött, és a kezembe tartottam egy darabkát a fogamból. Azt az érzést azt nem akarom elmondani, hogy ez milyen, tehát körülbelül levert a víz. Az első fogból egy pici darab. És gyorsan megcsinálták ezt. Pikpak megoldódott az egész, de hát akkor az Attila azért belenézett a számba. És látott ott csodákat. És akkor azért majd bennem kirajzolódott egy kép, hogy azért lenne itt hosszú távon még egy-két tennivaló, mondjuk egy felújítás. Azért egy kicsit így meglepődtem, amikor az Attila azt mondta, hogy tulajdonképpen itt egy ilyen óriási renoválásról lenne szó. Katának Hollywoodban, tehát Amerikában megcsinálták egy nagyon jó nevű, mondjuk így kozmetikai fogászati rendelőben ezeket a héjakat. De hát az idő azért mindig ellenünk dolgozik, ez látszik a bőrünkön, a testünkön, de ugyanakkor a fogínyen is, meg a fogakon is. Mert gyakorlatilag az volt az én fejemben, hogy ezeket a héjakat gyakorlatilag újra el kell készíteni az új íny és fogformáknak megfelelően, hogy az arcesztétikához ez minél jobban ez illeszkedjen. Úgyhogy ez egy elég komplex kezelés volt, gyakorlatilag az alsó-felső fogsorra, egy kis ínyplasztika is volt benne, tehát volt vele dolgunk. Most történik az a végső fotózás, de ezt meg szoktuk ejteni a kezelési sorozatnak az elején is. Az elején azért fontos, hogy legyen egy arcanalízisünk, hogy lássuk azokat a referenciasíkokat, a pupillák vonalát, az arcszimmetriatengelyét, a mosolyvonalat, és az alapján építjük fel a kezelési tervet. A végén pedig azért érdemes, hogy egyrészt megnézzük, hogy arra a végeredményre jutottunk, amit szerettünk volna elérni. A másik meg, hogy hát persze jó dokumentálni, amikor van egy gyönyörű mosoly, egy olyan makeover, ami valójában hozzátesz az emberek életéhez. Nekem is volt egy-két hét, amíg egyébként hozzászoktam magamhoz így a tükörbe nézve. Nagyobbakat mosolygok most az emberekre, meg bátrabban, most, hogy forgatok, bátrabban.